Sziasztok, Szerencsevadász vagyok, és nézzük meg a 3000 forintos szalon sorsjegyet is, mert hogy az újdonságok sora nem merült ki a tegnap bemutatott darts és biliárd sorsjegyekben, hanem meg itt lesz a kettőjük kombinációjából létrejött szalon is. Ja, és le fogok kapani 3 darab havi bónuszt, utána holnaptól pedig folytatjuk tovább a teljes pak ajándékkaparást. Nézzük ezt az újdonságot, szalon 3000 forintért. Karácsonyi sorsjegyből volt már 3000 forintos, de legutóbb már azért az egy kicsit többbe került, 3500 forintba. Tehát egy új kategória jelenik meg az állandó kínálatban, úgy néz ki. Rohadtul megúszós ez a sorsjegy. Legalábbis én úgy érzem, mert hogy kijön a két darab 1500 forintos sorsjegyvel egy időben a biliárd és a darts, és a szalon sorsjegy pedig egy kinyitható sorsjegy lesz, aminek a belsejében van egy biliárd és egy darts. Na jó, a darts az picit más, mint az 1500 forintos sorsjegyen, de a biliárd az ugyanaz. És ez azért elég necces, ráadásul 6 játékot kapunk 3000 forintért. Hát hol vannak a játékok, kérem? 2000-ért volt, hogy 10 játékot kaptunk, sőt, 500-ért 5 játékot, 300-ért 3 játékot, hát egyre kevesebbet játszhatunk a pénzünkért. Viszont, hogy mondjuk valami nagyon jót is, a nyerési esélyek. Ever, valaha volt legjobb nyerési esély, ezen a sorsjegyen lesz, egy a 2,78-hoz, na ilyen jó még nem volt. És jó nagy lesz a fődíj, 150 millió forint, igaz, hogy 4,5 millióból egy. Viszont komoly nyereményből lesz még bőséggel, mert lesz 10 darab 25 milliós, lesz 15 darab 5 milliós, és több mint kétszer, majdnem 300 darab, 265 darab, 1 milliós, a milliósra azért egész jó esélyek lesznek, szerintem érdemes lesz vele játszani. Nagyon kíváncsi leszek rá, sikerül-e végre valami milliósat is megkaparintani, és drukkolok, hogy nektek is sikerüljön. A megjelenés, mint 3 új sorsjegy esetében a május 10-e péntek, szóval pénteken, május 10-én találkozunk, meg hát addig is egy csomó videóban, meg a teljes pakkaparásban is, mert az meg folytatódni fog holnaptól, szóval iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok majd a különböző tartalmakról, itt az újdonságokról is, meg hát az összes többi futó projektről. A megúszós új sorsjegy után jöjjön pár régebbi havi bónusz. 6000 forint értékben fogok lekaparni 3 darabot belőle, és a sorszámok 003, 041 és 047. Kezdjük el a 3-assal. Hát, ha sikerül valami szép nagyot kikapni rajta. Első játék, nyerő szimbólum keresés, vagy a hónap szó. Van egy pecsétünk, egy tűzőgép, egy növényke, homokóra és pendrive. Ezeket keressük, ezekkel kell egyezőt találni. Van egy aktatáska, nyomtató, cellux. Hol az egyezés? Hello, gyere egyező. Ötlet és digitális féreg, vagyis kukac. Mi van itt egy? Olló! Hát az ollóval max a növényt tudjuk elvágni, de semmire nem jó nekünk. Egy szék, meg egy kávé, egy gémkapocs, és egy irodaház, nincs egyezés, nincs hónap szó. Menjünk a következő játékra, ahol egy sorban, vagy oszlopban, vagy átlóban kell 3 egyforma számot találni. 8, 4, 6. Hát ez a 4-es, az nem jó helyen van. Meg így most már a 8-as se. 2, 5, 6. Na hát, a 2-6-os jó helyen van. Ha, van itt egy harmadik is. Gyere, 6, gyere. Ah, 1-es. Az 1-es nem jó. Nézzük a pénz, szó, betűit. Jön a lóvé. A P az jó. A Z az jó. Az N az jó. Hát egy E betű. Gyere, E betű. És azt a B betűs. Minden segít neki. Nézzük, hogy jön a pénz, kötek 3000 forintért. Kupa, oklevél és persely. Hát van még olyan lehetőségünk, hogy egy sorban két egyforma számra találjunk,
11, hopp, két egyforma szám. Csak az a baj, hogy két egyforma kétjegyű számra van szükségünk. Gyere, 11, egy-egyes megvan, a másik nincs, 17. 18 és 15. A szorzó, az egyszeres, hát egyszeres pénzért adja már két egyformát. 16, gyere 16, 10, berúgottatos verját. 19 lett belőle, hát ez nem jó így. Nem nyerő az első sorsigyünk. Nem baj, van másik. Hoppá, hol vannak a... Az ellenőrző betűt, egy K betű, előficcent. Az igen, ezek most jól elbújtak, meg egy L. K, L különbözik. Sajnos nem nyerő volt az első, de nézzük a következőt. 0, 41-jel, megnézzük, hogy lesz a pénz kötegünk. Egy köteg lóvé jó lenne. Hát ez egy készfogás. Meg egy oklevél. És egy földgömb, ami nem jó. Itt van nekünk egy 13-as, azzal kéne egyformát találni. Ez 19-et ad. 18. És 12. 17. És 14. Nézzük ezeket a számokat. 6, 7, 5. 5, de rossz helyen vagy. És 6. Vannak bajok. 2 és 9 és 7 és 2. Itt nem sok esély volt. Na nézzük a nyerő szimbólumokat. Hát ha lesz egyezés. Egy növényt fogunk keresni, pecsétet. Pendrive-ot, laptopot és celluxot. Ötlet, na meg gémkapocs. Irodaház és nyomtató, hát eddig egyik sincs. De van hónap, yes, nyerő a sors, így ott a hónap. Ho-ho. Kukac, egér, egy homokóra, lámpa és olló. Tehát a hónap. A hónappal nyerős sorsjegyet találtunk, viszont van még játék is, van még szorzó. Pénz, szó, betűi. Z az jó. N az jó. Hát az X az annyira nem. Ó, sajnos, az ott nem nyerő. Most nagyon jó lenne, hogyha itt lenne egy 30X. Gyere, szorzó, ne szarozzá, szorozzá, egyszeres. Na jó, hát akkor meg így lehet igazán nagyot nyerni. A hónap alatt a vajon mi rejtőzik? 2000 forint, vagyis egy alapnyeremény, de nyerő, van nyerő. Manapság annak is nagyon tudok örülni. B betű. Hányszor volt olyan, hogy nem volt nyerő egy se? B betű. Tehát B betűkkel 2000 forint is a hónap jelent meg. Nézzük a következőt. Van még egy 0,47-es. Egy jó 47-es, ez itt a kérdés. Földgömb. Újság. És egy, mi ez itt, egy pénztárca. Nem jó. Nem igazi. 14. És mellé jön a 12, nem jó. 17, és mellé jön a 13, még messze is vannak egymástól. 15-ből lesz a 2, hát legalább nem 20-assal kezd, tehát 15, oh, ez már közel van, 16, de így se jó. 6-os, 4-es. 3-as, 8-as, és 1-es, eddig mind különbözik. Sőt, még mindig mind különbözik, ott egy 7-es van, itt egy 2, még mindig mind különbözik. Van még szám? Hello! 8 és 7, ez nem jött be. Ismét nézzük a szimbólumokat, hát ha ott lesz az az egyező. Ez egy laptop,
Hoppá, egy ötlet. Lámpa. Pendrive. És Xerox. Ezek közül valamelyik kificcene. Vagyis mit a hónap? Mi ez itt egy szék? Szék. Nincs szék. Kukkac. Nem jó. Növény. A másik két sorsegyen volt növény. Ezen nem. Már itt fönt. Tehát ez így, ez most nem annyira jó. Tűzőgép. Nincs tűzőgépem se. Kávé. Hol az egyezés? Hol vannak az egyformák? Gyertek egyformák. Pecsét. Nincs pecsét. Egér. Homokóra. Hogynak az esélyek? Nyomtató. Laptopomban nem nyomtató. Meg egy aktatáska. Hát akkor nézzük a szorzót. Egyszeres. És a pénz szó betűit. Gyere, lóvé. Szükségünk van rád. Gyere, pénz. Az jó. A francesen az X-edbe. Z és M. Csak az nem jó. Hát ez most nem jött be. Egy nyerünk volt. M, F. Ez is megúszósra vette a figurát. Kettő darab nem nyerő sors, így mellett egy darab hónap szó ugrott elő 2000 forintért. 6000-ből 2000 az kevés. Aztán majd meglátjuk, hogy a 3000 forintos új sors egyen mi lesz a helyzet. De tényleg megúszós az, hogy a 3000 forintos az egyszer odaadja a 2500-as, hogy semmi újítás nincs azokhoz képest. Viszont nagyon-nagyon tetszik a nyeremény táblája és a nyerési esélyei. Hát igazándiból várom. Nagyon kíváncsi leszek rá, dárcozni amúgy is nagyon szeretek, mondjuk kocsmázni is. Hát biliárdozni is. Na jó, szóval a téma azt tetszik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, írjátok meg kommentben, hogy várjátok-e, illetve hogy tetszik-e az új sorsjegy. És azért élesben nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok róla, amikor majd szép nagyokat nyerek rajta, remélhetőleg milliósokat, az esély az nagyobb lesz, mint eddig szinte bármin. És drukkolok, hogy ti is szép nagyokat nyerjetek. Szóval a feliratkozást nem elfelejteni, ha még nem volt meg. Legyen szerencsénk, sziasztok!